A bajnokságban oroszlányban elmaradt a bravúr, a HEP kupában viszont javíthatott a Blue Sharks. Az NB2-es debreceni E6 ellen hétfőn idegenben rendezett találkozón érvényesítették is a papírformát a cápák. A mérkőzés során végig a nyíregyházi kosara sok akarata dominált, és bár az első negyedtől még a debreceniek ráijesztettek a cápákra, a harmadik negyedtől azonban már nem a Blue Sharks győzelme, hanem a pontkülönbség volt a kérdés, ami végül majdnem 30-nál állt meg. Így 112-83-as sikerrel jutott tovább a Blue Sharks a HEP kupában. A nyíregyháziaknál Czura Attila ismét vezéregyéniség volt, a csapat hatékony működését viszont jól mutatja, hogy mind a 12 nevezett játékos pontot szerzett. Kicsit készültünk azért Debrecenre, mert ugye a tavalyi NB1-B csapatos játékosokból tevétük össze nagy része ennek a csapatnak. Egy kicsit álmosan és fáradtan kezdtük a mérkőzést, de aztán átlendültünk a holdponton, és a végére már fölügyes győzelmet arattunk. A cápák csütörtökön a román másodosztályú Máramarosszigettel játszanak a kosárlabdát népszerűsítő bemutató mérkőzést. Utána pedig már a Honvéd elleni bajnokira hangolódik a csapat. Péntektől kezdve már készülünk a Honvédra, ugye ott a videót addigra meg lesz vágva, hogy a scoutingot elkészítjük a játékosokról, a Honvéd játékosokról, hogy ki mit tud. Szombaton videózunk egyet, megnézzük, hogy milyen játékok vannak az ellenfélnek, készülünk, hogy fogunk védekezni, és vasárnap pedig mérkőzés. Mindenképpen nehéz mérkőzésre számítunk, mert a Honvéden erőszakos, kicsit verekedős kosárlabdát játszik. Nem annyira rendszer szerint játszanak, hanem inkább egyéni képességekre próbálnak fókuszálni. Ezért nehéz velük védekezni, védekezési taktikát kell alakítani, de mindenképpen úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk. Ugye nekik három vereségük van, hazai pályán játszunk, és mindenképpen nyerni szeretnénk. A Blue Sharks vasárnap délután a Honvéd kérésére, felcserélve a pályaválasztói jogot, nem idegenben, hanem a Continental Arénában, hazai pályán játssza bajnoki mérkőzését.